A hagyományoknak megfelelően július második felében kezdték el a felkészülést a nyíregyházi tekézők. A Szuperligában legutóbb 8. helyen végző együttesből egyelőre hiányzik az elmúlt szezon legeredményesebb játékosa, Szlovenszky Tibor, aki térdműtétje utáni rehabilitációját végzi. Lesznek viszont érkezők, három olyan tekéző is csatlakozott a felnőtt kerethez, aki korábban már szerepelt a csapatban. Létszámilag mindenképpen eléggé bővül a nyíregyházi tekeklub állománya. Egy ifjúsági játékos érkezik Debrecenből, és idehaza pedig három régi játékosunk újra dobóállásba lép. Itt a fiatal korosztályból képviseltetik magukat, a Hetei Alex, az Éliás Gábor, illetve a Péter Dávid személyében. Úgyhogy mindenképpen ez egy jó dolog, hogy ismét növekedni tudunk. Most azt, hogy ők mennyire tudnak majd felpörögni, ahhoz néhány mérkőzésen majd át kell esni. A bajnokság sorsolása még ugyan nem tudatott, de vélhetően majd az 5. helyezett Szolnokkal fogunk megvívni, utána a 4. helyezett, a 3. helyezett, másik helyezett és az 1. helyezettel fogunk csatázni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ezek az újdonsült játékosainknak bőven lesz idejük majd felkészülni ezeken a mérkőzéseken, ahol abszolút nem leszünk majd a favoritok, úgyhogy semmiről nem maradtak le a fiúk, és bízom benne, hogy egy jó csapat fog összeállni Nyíregyházán. Célunk az, hogy a eddigi 8. helyezésünket, amit most legutóbb elértük, esetleg egyel sikerüljön túlszárnyalni ebbe a kicsit megerősödött mezőnybe. A nyíregyháziak két hét felkészülést követően először egy nemzetközi páros meccsen lépnek majd élesben dobóállásba. Augusztus első hétvégén rendezzük a 16. nemzetközi Kárpát-kupát, ekkor a Velkisár és szlovákiai csapatát fogjuk vendégül látni, egy férfi és egy női találkozó keretén belül, és augusztus 26-án az utolsó szombaton majd Sárisra fogunk menni a hagyományos Sáris kupára, és valójában ez lesz majd a bajnoki rajtnak a felvezető edzésmérkőzése. Az NTK már a bajnokság előtt elkönyvelhet két sportdiplomáciai sikert. A szövetség közelmúltban tartott tisztújító közgyűlésén Hakker Dezsőt a versenybizottságba, Finta Zoltán pedig a stratégiai bizottságba választották be a küldöttek.